A nigériai egyház egyik püspöke és egy gyülekezeti munkatárs néhány héttel ezelőtt látogatást tett Magyarországon is. Tehát az a reménységünk, hogy egy testvéri folyamatos kapcsolat jön létre a két egyház között. De ugyanígy az észak-irakiakkal, kurdisztániaikkal való kapcsolat nagyon fontos, és már most mondom, amit ugyancsak ismerhetnek az egyházi sajtóból a jelenlevők, hogy egyházunk most októberben gyűjtés hirdett az iraki üldözött keresztények megsegítésére. Nálunk ez a tegnapi istentiszteleten volt a Persejben meghirdetve, és azt hiszem, hogy sokan adakoztak erre. Már most mondom az elején, hogy a hagyományok szerint mi egy szegény magyarországi gyülekezetnek gyűjtünk, alkalmunk végén, az ózdi gyülekezetnek ebben az évben, de aki tegnap nem tudott volna, de szeretne erre a célra adni, külön kitettünk borítékot a Persej mellé, hogyha valaki az iraki keresztények megsegítésére szeretne gyűjteni, mert még októberben folytatjuk a gyűjtést, akkor kérjük össze a borítékba tegye be, aki pedig a hagyományos célra, az ózdi szegény sorsú evangélikusok megsegítésére, az kérjük, hogy az adományát, amit erre szán, a Persejbe helyezze el. De ennél fontosabb most, hogy Isten igéjére figyelve is, és lélekben is ráhangolódva kezdjük ezt az alkalmat. A 443-as éneket énekeljük. Vezess Jézusunk, véled indulunk. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemben hív az éven, hadd kövessünk benne téged. Fogjad át kezünk, míg megérkezünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtesz minket, s akik talán biztonságból, védettségből, nyugalomból jövünk, segíts most szembesülnünk azoknak a testvéreinek a sorsával, akik szenvedésben, próbatételek között, üldöztetésben élnek. Segíts, hogy gondoljunk rájuk, a magunk talán apró lehetőségei szerint, de tegyünk is értük, és legfőképpen tudjunk imádkozni testvéreinkért. Azért szeretnénk ezt az órát rád figyelve, a te üzenetedet is megszívlelve együtt tölteni, hogy tudjuk, hogy kikért is imádkozunk, és milyen célért. Ebben erősíts meg minket. Amen. Kedves testvérek, az ige magyarázat az valóban, vagy egy hagyománytól eltérő ige magyarázata végén lesz majd. Most csak az igét olvasom föl Pál apostolnak a első korintusi levelének a 4. részéből. Úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul vándorolunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk,
amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemétjévé mindez ideig. A végén szeretném majd újra ezt a bibliai szakaszt és két másik hasonló rövid szakaszt felolvasni, akkor már egy kis kép összefoglaló alatt, és azt szeretném, hogyha most erre a két útra velem jönnének a jelenlevők. Az első utazásnak a célja Nigéria, hogy jöttünk ide erre a nagyon sajátos klímájú afrikai országban. Röviden, a Luteránus Világszövetség, amelynek a Magyarországi Evangélikus Egyház is tagegyháza, és amelynek 7 éve keresztül egyik alelnöke lehettem, úgy döntött az elmúlt években, hogy bilaterális, közös egyházközi kapcsolatokat szorgalmaz egy-egy európai, vagy az északi féltekéhez tartozó egyház, és egy afrikai, ázsiai, vagy valahol a déli féltekéhez tartozó egyház között. Különböző témákban kérték, hogy működjünk együtt, és minket a magyarországi evangélikusokat a nigériai evangélikusokkal hoztak össze, a közös téma pedig a diakónia, a szeretetszolgálat. És ennek az évnek a tavasz végén, koranyarán Buda Anna Máriával, a diakóniai osztályunk vezetőjével tehettem egy látogatást, és ahogy említettem, a nigériai egyház egyik püspöke és ő munkatársa pedig viszonozta idén szeptemberben ezt a látogatást. Tehát így érkeztünk el Nigériába, magam először jártam ebben a meglehetősen nagy országban, 200 millió lakosa van, és ebből az evangélikusok száma 2 millió, ami azért a magyarországi viszonylathoz képest ugye legalábbis 10-szerese, vagy közel 10-szerese annak, ahányan vagyunk. 9 püspöksége és egy érseksége van az egyháznak, ilyen is van, hogy az evangélikus egyháznak érseke van, Usa Fidibus Panti az érsek neve. A nevét onnan is lehet esetleg majd néhol hallani, hogy most az elmúlt évben, 2017-ben őt választotta meg a Luteránus Világszövetség az elnökének. Korábban egy jeruzsálemi püspök volt az elnök, most pedig egy afrikai. Ez is mutatja, hogy ezek a távoli, talán egzotikusnak számító, de valójában nagyon sok üldöztetést elszenvedő egyházak ma már komoly nemzetközi vezetőket is tudnak a világ evangéliusságának adni. Hát ez az utazásunknak a háttere, természetesen nem turista út volt, hanem egy, ha úgy tetszik, tényfeltáró út, az ottani egyházi életnek a megismerése. És természetesen terepre mentünk leginkább, Abudzsába érkezik az ember a nagy lüktető fővárosba, de onnan rögtön elvittek minket északra, a kameruni határ közelébe, arra a vidékre, majd még erről sokat fogok szólni, ahol a keresztény üldözés a legerőteljesebb. A Boko Haram nevű terrorszervezet brutalitását egészen testközelről meg tudtuk ismerni. De ezt megelőzően ott ezekben a falvakban megállva, körülnézve, emberekkel beszélgetve azt láttuk, hogy milyen módon élnek, hogyan próbálnak igen nyomorúságos körülmények között a földből valami termést előhozni. Ez szinte minden egyes tájon ilyen állatok, ilyen nagyon-nagyon sovány állatok fogadtak, ugyanakkor derűs emberek, akik végzik a földeken a munkát. Számukra a legderűsebb ember azonban ez a szép darab püspök volt, Amos Elisha Gaia nevű püspök, aki ennek az északi régiónak a püspöke, és azelőtt a templom előtt van, amely az egyház, nigériai egyház első temploma volt, az ottani folyó torkolatában, mert a 19. században a dán misszionáriusok ide érkeztek hajóval, és az a dán misszionárius, aki feleségével és kisgyerekével jött, a dán egyház küldötteként, itt kötött ki, és építették először ezt a templomot. Utána hamar tragédia történt, mert a misszionáriusnak a felesége maláriát kapott és meghalt. A misszionárius egy időre hazament, és gyermekét is hazaküldte, de utána visszajött ebbe a szolgálatba, és folytatta az evangélikus egyház missziói tevékenységét. És igazából azóta se sokat változott az építési stílus, majd látni fogunk ilyen épületeket, templomokat vagy magánházakat. Ez a tipikus afrikai kunyhó, egyszerű szalma tetővel.
és az emberek pedig a kunyó előtt, gyermekek, vidáman, természetesen egy magamfajta fehér ember megjelenése, hát kellő feltűnés keltett, és mosolyogva jöttek, és egyáltalán nem tiltakoztak, hogyha fényképezem őket, beszélgettek velük, amennyire persze kézzel, lábbal tudtuk beszélgetni, de azért láttuk, hogy a mindennapi munka végzése a legkisebb gyermekek számára is ilyen természetes kötelesség. Nagyon szeretem a arcokat közelről fényképezni, nem érzi, talán nem számít tolakodásnak, általában hogy kézzel-lábbal meg is kérdezem, hogy nem bánják-e, ha fényképezem őket, és inkább örömmel mondták, és viszinte sorba álltak, hogy engem is fényképezve. Aztán megmutattam, ugye digitális kamerával már meg lehet mutatni őket, akkor nagyokat derültek magukban, hogy ők így néznek ki. De azért mutassam be a munkatársamat is, a jobboldali Buda Anna Mária, aki a diakóniai szolgálatnak a hűséges vezetője, és vele érkeztünk erre az útra. És az első nap már rögtön elvittek egy igazi diakóniai tapasztalatszerzésre. Úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 4 órás autóút várt ránk, ebből 1 órát rendes betonúton mentünk, vagy 1,5 órát, aztán letértünk a betonútról, és ilyen dzsungel körülmények között úttalan utakon mentünk, azt gondoltam, jó, hát egy pár percig megyünk itt a gödrök közepette és a szakadékoknak a szélén, aztán több mint 2 órás zögykülődés várt ránk, és tényleg a világ végére érkeztünk meg, ahol se internet nincsen, se térerő nincsen, tehát kommunikáció rendkívül nehéz, és ott várt minket egy evangélikus templom előtti főtéren ez az asszonykör. Ők a nigériai egyháznak az önkéntesei, diakóniai önkéntesei, akik azt vállalták, hogy igen nagy távolságot megtéve látogatnak meg családokat, különböző karitatív és segítségnyújtási eszközöket bemutatva. Ez például egy olyan szúnyogháló, egy moszkítóháló, aminek a használatát életmentő fontosságúnak tartják, hiszen ha valakit egy ilyen maláriát hordozó szúnyog megcsíp, akkor 24, de legkésőbb 48 órán belül halálos lehet számára ennek a csípésnek a következménye. Ezért biztatják arra a lakosságot, hogy éjjel-nappal, amikor természetben vannak, akkor szúnyogháló alatt legyenek, amikor alszanak, akkor persze különösen is, hogyha egy helyben vannak, de ha a szúnyogcsípés éri őket, akkor azonnal keressék meg a közelben valamelyik doktort, de hát ez sokszor 100 kilométeres körzetet jelent, hogy elmenjenek orvoshoz. A másik segítségmód nagyon egyszerű, hogy járják a családokat és azt mondják, hogy csak forralva ijanak vizet, mert ha megisszák forralatlanul, az komoly fertőzéseket okozhat. Vagy vegyék be az orvosságot, amit az orvos felír, vagy mossanak kezet, mert különben bacillusokat hordozzák. Itt be is mutatták egy kis performance keretében, hogy mi történik egy beteggel, hogyan vonaglik a betegségtől görnyedve, és hogyan próbálnak ők segíteni a betegeken, de az egészségeseken is a prevenció jegyében. És bemutatták azt is, hogy bizonyos családok hogyan tárják be az ajtajukat, és mondják azt, hogy nem szabad neked belépni hozzánk, mi nem engedünk, mert mi egy törzsi vallásnak a képviselőiként azt mondjuk, hogy igenis a magunk szokásait, babonáit tartjuk, akár hogyha azok halálos betegséget is terjesztenek. Tehát nagyon sokszor elutasítják őket, és úgy kell valóban rekönyörögniük magukat hozzájuk. De azért láttunk már példát arra, hogy az egyház kórházat is tart fönn. Ez egy lelkésznek a gyermeke, aki egyetemet végzett, orvosi egyetemet, és egy több száz kilométeres körzetben az egyetlen kórházat tartja fönn ott az evangélikus egyház, ennek az orvosnak a vezetésével, aki büszkén a bejárati gyógyszertárt mutatja, utána valóban nagyon színvonalas felszereltséget, számítógépes ellátással, és aztán bevittek a betegek közé, és ott megismertük, hogy hogyan is történik a betegellátás. A családok ott léte az egészen természetes. Sőt, a kísérő családtagok nélkül sokkal nehezebb lenne, hiszen ők főznek, a kórházban nincsen ellátás, a családtagok főznek, segítenek az ápolásban, és ott vannak a betegek mellett. Ez egyrészt nagyon szép példa, másrészt el lehet képzelni, hogy ezáltal a kórházak a működtetése hát korán sem olyan könnyű. És azért láttuk, hogy egyrészt hipermodern felszerelések is vannak, másrészt azért a műtőnek a higiéniája, sterilitása nem mindenben volt éppen minden igény kielégítő.
Ezt a kórházat, Ligíriai Egyház kórházát az érsekkel, az említett Musa Fidibus Fanti érsekkel, aki középen van mellettem, látogattuk meg, és az ő munkatársaival, részben a diakóniai munkatársakkal. A kép bal oldalán látható az a Brixa asszony, aki Magyarországon volt a püspökével együtt, és itt már nagyon örömmel készült arra, hogy néhány év után viszonozhatja ezt a látogatást. Visszatérve még abba a közösségre, ahol sokszor naponta 15 kilométert is megtéve látogatják a családokat az önkéntesek, ellátogattunk egy lelkészhez, egy parókiára. Ez a lelkész a parókia bejáratánál van, ez nem a Fortuna utca, hanem az ottani igen szegény negyed. Ez egy 7 gyerekes lelkész, aki napközben ugyanúgy a földeken dolgozik, mint bárki más, de ha kell, akkor közben végzi azért a lelki gondozói szolgálatát. Jön a felesége is, megjön a gyerekekkel, elment és velük foglalkozott. Egy másik célja a látogatásunknak az ottani teológiai munka megismerése, majd még diakóniai területre visszatérünk, de most látogassunk el az ottani evangélikus teológiára. Ennek a rektora fogadott bennünket, aki Amerikában tanult és Amerikában doktorált, és munkatársaival együtt bemutatta azt a sokfajta képzést, elsősorban lelkészképzést, másodszorban hittantanárképzést, harmadsorban diakónus képzést, amit ott az egyházban működtetnek, és nem is csak nigériai diákoknak, hanem egész Nyugat-Afrikából mennek oda hallgatók. Így néz ki a kampusz. Közben az állatok legelésznek, és nagyon hangulatos egyébként, és kellemes klíma is volt ebben az időben, májusban, amikor kint voltunk, és to serve God and humanity, ez a teológiának a jelmondata, Istent és az emberiséget szolgálni, és a teológián működő egészségügyi ellátásnak a dolgozói fogadtak ott bennünket, mert a teológiának is van egy kis orvosi szobája. Ez is mutatja, hogy a betegség nagyon gyakori, és az egyház ahhoz, hogy tanítson, ahhoz olykor gyógyítani is kell a saját diákjait, és ők egészségügyi képzésben részesülve úgy mondanák, hogy egészségügyi szakközépiskolás diákok, akik bemutatták a kis orvosi szobát a gyógyszerekkel, és ami egészen megrendített, ez a szoba, ahol egy maláriás fiúskát gondoznak. Ez a kisfiú, aki fekszik szegény lázasan, maláriás, és hát nagyon kedvetlenül és aggódva feküdt ott, de nagyon megható volt számomra, ahogyan ezek a leánykák mellette ülnek, imádkoznak, énekeltek közben, szinte vigyáztak rá, mint a testvérükre, egy igen szép példa, és mondom, ez a teológiai akadémián van, teológiai szemináriumban. Ezt is lefényképeztem ott, hogy a orvosi szoba előterében a gyógyszerek vételezésére, nyilvántartására szolgáló füzet, amiben beírják, hogy milyen gyógyszert adnak ki, és ott van a Biblia is a jobb felső sarokban, tehát egyszerre gyógyítják a testet és a lelket. A teológia könyvtárában vagyunk, nagyon egyszerű körülmények között, bárcsak ez a látvány is önmagáért beszél. Néhány évvel ezelőtt a Dán Egyház számítógépekkel szerelte föl az egyetemet, és ez lett volna a kompjúter szoba. Minden segítségnél, minden segélyezésnél a fenntarthatóság döntő kérdés. Nem tudom pontosan mi volt az oka, hogy a segítők nem gondoskodtak az utánpótlásról, vagy ők nem becsülték meg ezeket az eszközöket, vagy egyáltalán lehetetlen volt pótolni a kieső gépeket. Nagyon megrendített engem ez az üres számítógép, ez a néhány üres számítógépes asztal. Nincsen a diákoknak internet lehetőségük, ugyanakkor nagyon elkötelezetten készülnek a szolgálatukra. Azért fényképeztem le különösen ezt a polcot az afrikai nyelvekről, mert az említett püspök barátom, aki fogadott bennünket, ez az Amos Elisa, ez Biblia fordító is. És ezeket a könyveket ő mutatta meg nekem, hogy az afrikai nyelveknek hát milyen szakkönyvei vannak. Nigériában ugye az angol az általános nyelv, és gyakorlatilag a sok-sok, talán több száznyi nyelvjárást és önálló nyelvet ez összekapcsolja, vagy áthidalja. Ugyanakkor megvan a saját nyelvük, a Hausa nyelv azon a vidéken. Van ugyanakkor egy egészen kicsi nyelvcsoport, amelyet összesen 20-25 ezer ember beszél, ez a Huba nyelv. És ez a püspök barátom, ez szabad idejében a Bibliát fordítja Huba nyelvre.
és azt mondta, hogy ha nem fordítaná le a Bibliát, mert még eddig nem fordította le senki, akkor lehet, hogy ez a nyelv kireszne, de lehet, hogy az emberek nem is tudnák Isten igényét megismerni, és az anyanyelvi prédikáció, az anyanyelvi tanítás, mint a reformáció egyik alapja, akkor nem tudna megvalósulni. És elmondta ez a püspök barátom, hogy miközben a Bibliát fordította, énekeket is fordított egy énekes könyv számára, és egyszer csak, ahogyan énekelték huban nyelven ezeket a keresztény énekeket, az egyik asszonynak elkezdtek folyni a könnyei. Mondta, hogy miért sírsz testvérem, miért sírsz nővérem. Azt mondta, engem 41 évvel ezelőtt kereszteltek meg, 41 éves vagyok, de soha nem értettem ezeket az énekeket, mert nem az anyanyelven énekeltük. De most, hogy megértem, mert a huban nyelvre fordítottad az énekeket, most tudom, hogy ez miről szól, és igazán a szívemből tudom énekelni, és ezt ilyen könnyekkel az arcán kellett, hogy megosszal. Azért nem csak könnyek voltak, hanem derű is volt az egyetem rektorait, a különböző hangszereket veszi a kézbe, nagyon muzikálisan az afrikaiak, el lehet képzelni, hogy sitval, dobbal, nádi hegedűvel, tánccal dicsérik az Urat Isten tiszteleten is. Itt pedig az egyetem mellett működő középiskolának a rektornője, vagy igazgatónője, aki nagy örömmel mondta, amikor bemutatkoztam neki, hogy budapesti, magyarországi lelkész vagyok, azt mondta, hogy én már jártam Magyarországon 1984-ben a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésén. Delegátus volt ezelőtt évtizedekkel, delegátus volt Magyarországon, és azóta is hálás szívvel emlékezik arra, amíg mondta is, hogy valamelyik észak-magyarországi gyülekezetben volt, nem messze a tovább határtól, próbáltam rekonstruálni, de hát ennyi idővel nem emlékezett a névre. Én elhitettem vele, hogy Balassagyarmat, mondta, hogy jó, akkor Balassagyarmat. Ezt már egy arvatiakkal is megosztom, és ő ott részt vett az istentiszteleten, és most pedig vezetője ennek az iskolának. Nem lenne szabad a nigériai egyházaknak iskolát fönntartani, engedély csak a lelkészképzésre van, ezért némi ötletességgel ezt kinevezték junior szeminárinak, hogy egy ilyen utánpótlást adnak a teológiai szemináriumnak, mint egy alá és így gyakorlatilag a középiskolás korúakat tanítanak, akik gyülekeztek is ott egy ilyen köszöntésre, ahol elénekelték az Erős Vár a mi Istenünket, az első két versét, elénekelték a nigériai himnuszt, és elénekeltek még egy egyházi éneket. Nagyon szép és kedves volt, egyenruhában mindenki, és elmondták itt a iskola tanárai, hogy nagyon szegény diákjaik is vannak, a bentlakás az természetes, nem is tudnák a szülők megengedni, hogy sok száz kilométerrel bejárjanak, vagy akár csak hétvégére hazavigyenek, vigyék őket, gyakorlatilag fél évente jó, ha ezek a diákok hazakerülnek, viszont itt kapnak étkezést, kapnak tanítást, kaptak szeretetteljes törődést, 400 diák van az iskolában. És akkor a érsekkel elmentünk az Isten tiszteletre, az ő érseki templomában volt lehetőségem prédikálni, nagyon látványosak a liturgikus keretek, pásztorborttal és érseki süveggel, általában a külsőségeket, így a vizualitás jegyével nagyon szeretik az afrikai egyházakban. Én egy igehirdetéssel szolgáltam Péter apostol első levele alapján, Anna Mária a munkatársnőm pedig afrikai ruhában az érsek másik oldalán, hausa nyelven olvasta fel a bibliai igét, és nyilván nem értette pontosan, miről szól, de azt mondták, hogy a hallgatók azért egy-két szót megértettek. És itt a Brixa asszonnyal, akivel aztán később ugyanilyen barátságban már Magyarországon találkoztak, egyébként nagyon nehezen kapták meg a vízumot Magyarországra, bár ilyen segítőkész volt a nagykövet úr, aki egyébként orvos és trópusi betegségekkel foglalkozik, és felajánlotta, amikor írtam neki előzetesen, hogy megyünk Nigériába, mondta, hogy a bármi gondol, akkor természetesen segít. Erre nem volt szükség, de amikor hazajöttünk, akkor írtam neki, hogy most viszont igébe vennénk a segítségét, mert a vízum kérelmet szeretnénk, ha minél hamarabb és pozitívan elfogadnák, akkor mondta, hogy ők természetesen ezt azonnal megteszik, de afrikaiak esetében a végső szót nem a nagykövetség mondja ki, hanem a magyarországi vándorlási hivatal, és itt viszont nagyon komoly segítséget kaptunk, ezt örömmel mondom, az államtitkár úr részéről, az lehet Lisztán államtitkár, aki az üldözött keresztény, róla szól ez később is,
az üdvözlött keresztényeknek az államtitkára, és ő felajánlotta a közbenjárását, és valóban nagyon hamar megkapták a vízumot, és így időben meg tudtak érkezni. Gondolom, csak egy nap késéssel jöttek meg, ha nem kaptak volna segítséget, akkor valószínűleg teljes útról lemaradtak volna. Emögött azért az is húzódik, hogy nagyon későn adták be a vízumkérelmet, mert őszintén szólva Afrikában az idő nem számít. Tehát az, hogy most napok vagy hetek elmúlnak, az nem úgy van, mint Magyarországon, hogy nézzük az órákat, vagy a leszakítós naptárban nézzük, hogy hanyadika van. Amikor ugye a lélek indítja őket, akkor elindulnak. Az istentisztelet kezdetén is egyébként meglepődtem, mert eddigi tapasztalataim voltam már néhány afrikai úton, nem dicsekvéről mondom, szolgálati utak voltak, Nairobiban, vagy Windhoekban, tehát Kenyában, vagy Namíbiában, illetve Harareban, Zimbabwe-ben is, és mindig azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy tömegek látogatják az istentiszteletet. És ott istentisztelet kezdetén olyan harmadház volt, kongol szinte a templom ürességtől, mondták, hogy várjak, a következő fél órában majd már kétszer ennyien lesznek, másfél óra múlva már megtelik a templom, és minden végét ér az istentisztelet, három óra után addigra már egy csordultig tele lesz. Mert hosszú istentisztelet van, és az érkezés is olyan lépcsőzetes munkakezdésre emlékeztetett. Ismét egy parókiára látogatunk el, nemrég a teológusoknak mutattam be ezeket a képeket, és mondtam, hogy kedves fiatalok, amikor aggódtok azon, hogy milyen parókiára kerültök, és megkérdezitek, hogy biztosan megfelelő széles sávú internet lesz-e, és a szolgálati autó az megfelelő komfortfokozatú lesz-e, és ugye a legújabb okostelefont tudjátok majd megkapni, azért nem ilyen követelőzők a teológusok általában, de akkor azért gondoljatok arra, hogy például az ottani lelkész házaspár 7 gyerekkel így él, ez az ő parókiájuk, ez a papnéi konyhája, ez a kamrája, ugyanakkor annyira szeretettel fogadtak bennünket. És most viszont ellátogatunk a legszívszorítóbb tapasztalatokat bemutatandó arra a vidékre, ahol a Boko Haram pusztított. Ez tehát fönt északon van, Nigéria északi részén, és ez a püspök, az említett Amos Elisa, éppen ezen a vidéken püspök. Ez néhány olyan drón, amelyet néhány hónappal ezelőtt romboltak le. Itt egykor épületek voltak, iskolák voltak, templomok voltak. Elmondta ez a püspök, aki ott lakik a közeli, hát nem is város, az inkább egy ilyen nagyobb falu, van, hogy amikor híre jött annak, hogy a Boko Haram már a környéken jár, és környező településeken már fenyegetően lépett fel, akkor ő biztonságba helyezte a családját, elvitte a gyerekeit és a feleségét egy távolabbi helyre. Egyébként a gyerekekről is annyit, hogy ez mindig nagy családot jelent. Saját gyerekük volt talán 4, de 3-4 egyéb gyereke, nagyon szegény sorsú utca gyereket talán rokonoktól vagy másoktól örökbe fogadnak, vagy talán hivatalosan nem is fogadnak örökbe, de magukhoz vesznek, és egy ilyen nagy család élnek együtt. Ez a bibliai ő az és az ő háza népe mondat elevenedett meg számomra. És még mielőtt mondanám tovább, az említett Brixa asszonyról kell szólni. Kérdeztem, hogy hány az a szép nagy darab, bocsánat, az a erős testalkatú hölgy volt. Nem vízből szálltak, tehát tényleg egy nagyon kedves asszony volt. És kérdeztem, hogy hány gyereke van. Azt mondja, hogy 4, ebből 3 a sajátom, a negyedik pedig egy rokontól örökbe fogadott gyerek. Tudnélik, azért fogadtunk örökbe a férjemmel, mert az afrikai hagyományok szerint még mindig érvényben van egy olyan szokás, hogyha egy gyermeknek az édesanyja a szülésbe belehal, akkor a gyermeket is megölik és eltemetik együtt az édesanyjával, mondván, hogy ő okozta az édesanyja halálát, ha nem tudnak együtt élni, akkor együtt legyenek a sírba. És ezt a kislányt, akit ő örökbe fogadott 17 évvel ezelőtt, meg kellett volna ölni, mert az édesanyja a szülésbe meghalt, de ő így megmentette, magához vette őt és teljes jó családtagnak tekinti. Vissza akkor erre a vidékre, tehát a püspök barátom azt mondta, hogy a családomat elmenekítettem távolra, én ott maradtam. Kérdeztem, hogy és miért maradtál ott, de féltél, azt mondja, igen, féltem, de imádkoztam. És azért is ott maradtam, mert valakinek meg kellett etetni a tyúkokat, mert nekünk van a saját tyúkjaink, a gyülekezetnek is vannak tyúkjaink, ha ott hagyom őket, akkor ezek éhen pusztulnak. És persze segítenem kellett az embereken. Azt mondja, hogy amikor híre jött annak, hogy ott vannak a szomszéd faluban, én azonnal elmentem autóval a falu határáig, ott az egyik embernek a motorjára szálltam át, és ezzel a mopeddel mentem el a templomhoz.
ott már égett a templom, mondja a püspök, mert egy benzinbe mártott rongyot dobtak a templom tetejére, és néhány lakóház tetejére is, azonnan kimenekülő embereket pedig lekaszabolták ezek a terroristák, akik részben jippel, részben mopeden, részben lóháton érkeztek, és ilyen szabjákkal, de kalasnyikovokkal is, tehát legkülönbözőbb fegyverekkel jöttek, és pusztítottak. És mondja a püspök, hogy amikor bementem a faluba, jöttek menekülők ki, és mondták, hogy ne menjen be, mert el fog pusztulni, hát megölik magát is. És ő mindenféle heroikus póz nélkül mondta, hogy hát én nem menekülhettem el, nekem oda kellett menni, és segítenem kellett az emberekkel. És aztán, mivel a támadókat oda már tovább mentek, ott hevertek a halottak, ő ott kaparta el a legegyszerűbb módon, két kezével, valami egyszerű eszközzel, sírokat ásva, temette el ezeket a ott heverő halottakat, a saját híveit. És ez most volt néhány hónappal ezelőtt. És egyébként miután eljöttünk, akkor levelet írt, nem ez a püspök, hanem egy másik, azt írta, hogy amikor ti ott jártatok nálunk, egy menekült táborban, majd ezt be fogom mutatni, akkor nem sokkal utána megtámadtak minket, immár nem a Boko Haram nevű terrorszervezet részéről, hanem az úgynevezett Fulani pásztorok nevű terrorszervezet részéről. Ez a nevével ellentétben nem egy hangulatos társaság, hanem egy ilyen nagyon vad, nomád nép, amelyik részben etnikai jogból üldözi a lakosság egy részét, részben vallási jogból, és azt mondta, hogy azt a menekült tábort, ahol mi voltunk, fel kellett számolniuk, mert azt is megtámadták, és sok áldozatot szedtek ott, és ez azóta volt, hogy mi ott jártunk, tehát az elmúlt, most nyáron néhány héttel ezelőtt történt. És vissza akkor ezekhez a templomokhoz, házakhoz, amelyeket mostanában romboltak le, a helyi lelkipásztor és a segítője, a mondanám segédlelkész baloldalt, és a világi vezetője pedig jobboldalt. És ez volt az oltár, a templomnak az oltárával. Itt álltunk meg, imádkoztunk. Három ilyen lerombolt templomot néztünk meg, három egymás melletti faluban. Másik templom, a Keresztelőmedence. Ezt megpróbálták valamelyest megmenteni, hogy így bádoglemezekkel befalaszták, hogy azért az eső ne essen be, és Isten tiszteleteket tudjanak tartani. Az előző templomot valószínűleg nem fogják tudni megmenteni, azokat a romokat, ahol az előbb álltunk. Aztán ez a második templom, amit most igyekeznek valamelyest felújítani. Ez az iskola, a templom melletti iskola volt. Ez egyébként az ő kereszt, a gyakában levő kereszt, a nigériai evangélikusok, evangélikus püspököknek a Luther rózsát is formáló keresztje. És nagyon meghatott, hogy ajándékként én magam is kaptam, amikor ők idejöttek egy ilyen keresztet, és akkor a Szentendrei templomban szolgáltam együtt ezzel a püspökkel, Ámos Elisával, akkor azt a keresztet hordtam. Ha esetleg néha nem a megszokott keresztet látják rajtam, hanem ezt a formájú keresztet, akkor tudják, hogy ez az afrikai evangélikusok ajándéka, és őrájuk való emlékezetből hordom majd néha. És ez pedig az a harmadik templom, amit viszont nagyon szorgos kezekkel felújítanak. Megható volt látni, hogy igazi kalákában dolgoztak, a férfiak, az asszonyok jöttek, segítettek főzni, a lelkipásztor pedig hát itt végigvezetett a romokon, de egyúttal láttuk az építkezésnek is már a jeleit. Ezek az asszonyok, akik segítettek közben a háttérmunkával. Igen, és akkor immár tovább menve menekült táborokba megyünk. Ugye a lakosság jelentős része az afrikai körülmények miatt, részben háborúk, részben a klímaváltozás miatt kénytelen elhagyni a hazáját, az otthonát, és az úgynevezett IDP, ez egy rövidítés, Internally Displaced Person kategóriájába kerül. Tehát a belülről, az országon belül otthonát elhagyni kényszerülő ember, az IDP. Tehát nem úgy menekült, hogy egy másik országba, vagy pláne másik kontinensre menekült, de egy ingatlan nagy országon belül, egyik ország részből a másikba kell, hogy menjen.
főleg a vallásüldözés miatt hagyják el az otthonukat. Két menekültábort látogattunk meg, az elsőben vagyunk most, ezt az ENSZ és az UNICEF tartja fönn. Ezek hát azért látszik, hogy nagyon-nagyon nyomorúságosak, és igazából csak a legszükségesebb ellátást tudják ott biztosítani. Érdekes módon az oktatás, a katonaság vállalta, akik bejárnak és talán valahol rendet is tartanak, bár nagyon fegyelmezettek itt, legalábbis ebben a menekültáborban, akik ott élnek, vagy több ezeren vannak, és egyébként keresztények és muzulmánok egyaránt, de a katonaság együtt a tanítással is foglalkozik. Néhány gyereket fényképeztem. Már is amikor az Anna Mária elkezdett ezekkel a kicsikkel játszani, hát az megrendítő volt. Ezek jöttek talán pénzért, vagy valami segítséget, vagy csokoládét kérni, és az Anna Mária mondta, kicsikém, én nem tudok mit adni most neked, de gyere játszunk. És elkezdett játszani vele kerekecske, gombocska, bújbúj, zöldár, és ahogyan ezek a gyerekek egyik a másik után jöttek oda hozzá, hogy én velem is játsz, engem is csiklandoz meg, engem is simogass meg, az egészen megható volt. Itt is kis muszlim kendős kislányok, és lehet keresztény kisfiúk együtt vannak, és ki vannak éhezve arra, hogy valaki foglalkozzon velük, valaki simogassa őket meg, valaki játszon velük, bújbúj, zöldágat például. És megérkezünk a másik menekültáborba, amit viszont a katolikus egyház tart fönn. A helyi lelkész elmondta, egy fiatal energikus lelkész fogadott ott bennünket, elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor menekültek érkeztek be a közösségbe, akkor azt mondták, hogy jó, hát be tudunk fogadni olyan 10-20 menekültet, de talán 3-4 napon keresztül, utána már nem leszünk képesek. Eltelt 3 év, és még mindig ott vannak, és több százan vannak. Csodálatos rendben. Egy kis sátorban, vagy kis bungalóban laktak az egyes családok. Éppen vacsoraidő volt, volt nagy kondér, ahol látszott, hogy közösen főzik a vacsorát, máshol egy-egy család magának készíti azt, és hát a magyar vendéget is kínálják az ennivalóval. Közben a testvér cipeli a testvérét, de vidáman mindezt. Egy anyuka a férjét elveszítette, háborúban gyerekeivel, ezek keresztény családok, tehát az előző menekültáborban muszlimok és keresztények is voltak, ezek kifejezetten keresztény családok, egyébként nagyon sokan születtek, ezek éppen ugye ikrek szopiznak, nagyon sokan születtek itt a menekültáborban, egy kis barakszerű kórház is van, ahol megmutatták azt a szülőágyat, ahol az édesanyák vagyunknak, csak a nagyobb komplikáció van, akkor viszik be a szülőanyát a közeli kórházba. Ez az a barak szülőszoba, ahol mondom, ismereteim szerint talán 100 gyerek is megszületett, ez a kis egészségügyi központ, külső bejárata, itt a Vixa asszony, a körükbe fogadott gyerekéről, említettem. Igen, és akkor végül még a nigériaiakról annyit, hogy viszonozták a látogatást, elmondtam, és nagyon megható volt számukra, amikor részben istentiszteletre vittük őket, arról most nem hoztam különképpen, Szentendrén prédikált a püspök, részben elvittük őket a magyar parlamentbe, ahol az országgyűlés egyik alelnöke, Jakab István fogadta őket, és egyébként komolyan tárgyaltunk is több mindenről, hogy a Jakab István mezőgazdasági területről jön, agrárszövetség elnöke, hogy egy ilyen agrár országban esetleg milyen segítséget lehet kapni Magyarországról, vagy egy ösztöndi programra is felhívta a figyelmet, hogy nigériai diákok Magyarországot tanulhatnak ösztöndíjasként, és ígérte az alelnök úr, hogy lehetőséget kínál majd az egyház számára, hogy ösztöndíjasokat küldjön. Galica Klára a külügyi és ökumenikus osztály munkatársa, aki baloldalán, aki nagyon sokat tette az út megszervezésében, Obrecán Ferenc második az aszóri gyülekezet felügyelője, korábbi országgyűlési képviselő és munkatársa Jakab Istvánnak, jobb oldalán pedig Cselocké Tartlára külügyi osztály vezetője. Itt van az alelnök úr irodájában a tárgyalásunk, illetve említettem, hogy ellátogattunk az államtitkárságra a keresztény üldözés
se foglalkozó államtitkárságra, aki jobb szélén szürke zakóban, az egy tisztán, aki úgy érzem, hogy valóban komolyan veszi a hivatalából adódó kötelezettségeket, és segíteni próbál ebben az ügyben is, és talán más ügyekben is. És akkor most kicsit furcsa lesz egy gyors váltással, de idővel nagyon kell gazdálkodni, és szinte összemosódnak bennem is, megmondom őszintén, az élmények, és biztos, hogy a jelenlevőkben is, de mégis én azt gondolom, hogy mind a két útról érdemes beszámolni, mert sok a közös a kettő között. Az iraki útról néhány szót, Észak-Irakról van szó, Kurdisztán régióról, amelyről azért Magyarországon nagyon sokat lehet olvasni, és tudják a jelenlevők szinte kivétel nélkül, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Erbilben, Kurdisztán fővárosában egy irodát működtet, két magyarországi és számos ottani munkatársal, és tavaly, több mint egy évvel ezelőtt, tavaly tavasszal, Keveházi Klárával, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet egyik igazgatójával látogattunk el egy úgynevezett tényfeltáró útra, hogy milyen segítséget lehetne az iraki üldözött keresztényeknek nyújtani. És egy év után tudtunk újra ellátogatni, immár Prőle Gergely országos felügyelőhöz is, mert akkor már elvittük annak a gyűjtésnek az eredményét, 15 millió forintot, amit a híveinktől tavaly Adventban gyűjtöttünk. Ez nagyon komoly összeg, a mi kisegyházunkhoz méretezve, és ebből 17 családnak az otthonmaradását, házának a felújítását tudtuk támogatni. Erről még majd szólok, hogy mennyire fontos az ilyen jellegű segítség. Tehát egy egészen más kontinensen vagyunk, most Afrikát elhagyjuk, és a Közel-Keletre érkezünk, arra a vidékre, ahol a kereszténység gyakorlatilag a 3.-4. század óta honos, és voltak időszakok, amikor igen virágzó kereszténység működött kolostorokban és a világi lakosság között, még az elmúlt évtizedekben is Iraknak azért volt egy jelentős keresztény kisebbsége, azonban az elmúlt években a iszlám állam nevű terrorszervezetnek a hódításai miatt az ennek következtében megindult menekült áradat nyomán nagyon kevesen maradtak keresztények Irakban, és éppen az lenne a cél, hogy segítsük az ott maradásukat. Sokszor hallani a magyar kormánynak ezt a filozófiáját, hogy nem a gondot kell idehozni, hanem a segítséget odavinni. Ennek jegyében szeretnénk mi is segíteni. A valóság persze azért ennél bonyolultabb, de meg kell próbálni minél több segítséget odavinni, hogy az embereket ne kényszerítsék a körülmények arra, hogy elhagyják az évezredek óta saját földjüket és kereszténységüket, és ne kell, hogy elinduljanak akár tömegesen. Ez még az előző utamról, amikor ellátogattunk egy Batnaya nevű városkába, az ottani esperesnek, Emmanuel atyának a vezetésével, és nagyon sok checkpointon, ilyen ellenőrző ponton kellett átjutnunk, mert a háborúnak még mindig ott van a nyoma. Az iszlám állam alól már ugyan felszabadították a terület egy jó részét, ugye Mosult is, Mosul, Ninive, bibliai Ninive, és Mosul az egészen közel vagyunk, körülbelül 25-30 kilométerre, és ennek a templomnak, egy katolikus templomnak a romjait mutatom be, ahol akkor istentiszteletet tartottunk. Ez még, tehát 2017 tavaszán volt, hogy istentiszteletet tartottunk ott, és ez a kísérő, Emmanuel atya, megmutatta, hogy milyen feliratok vannak a templom falán. Egyrészt arab nyelvű feliratok, amit én nem értettem, de ezek általában keresztény gyalázó szövegek voltak. Másrészt német feliratok, O ihr Kreuzsklaven, O ti a kereszt rabszolgái, ihr habt kein Platz in islamischen Land, nektek semmi helyetek nincsen az iszlám országban, entweder gehst du raus, oder wir töten dich. Vagy elvész innen, vagy megölünk téged. Vagy egy másik fölirat, azt az idő rövidsége miatt nem tettem a diák közé, egy még erősebb szót használ, hogy schlachten euch, az lemészárunk titeket, mint az állatot, amikor a mészárszéken levágják, azt a szót használták. Ki írhatta ezt a mondatot? Vagy egy olyan arab terrorista, aki alvó sejtként Európában volt éveken keresztül, és most visszament harcolni az iszlám állam oldalán,
De az is lehet, hogy egy agymosott német ember, vagy bármely európai országhoz tartozó ember, aki valamiféle hamis romantikával ment Irakba, hogy ugyancsak az iszlám állam oldalán harcoljon. Akárhogy is ezek az üzenetek valóságos fenyegetést jelentenek, és ismét mondom, amikor mi Magyarországon az egyházi életünk szempontjából is védettségben, biztonságban vagyunk, és szépen meg tudjuk tartani az istentiszteleteinket, gondolnunk kell azokra a testvéreinkre, akik nem is olyan messze tőlünk, ilyen körülmények között élnek. Hogy milyen közel van, Erbilbe, Bécsből közvetlen repülőjárat megy. Tehát Bécsből 3-3 és fél óra út mindössze Erbil, és Erbil persze egy békés, ma már békés város, azért ott is voltak csetepatik, ez Kurdisztánnak a fővárosa. Nem megyek most részletekbe, hogy a kurdoknak a önállósági törekvései iraki kormányzattól, Bagdadtól való függetlenedési törekvései, azok hogyan lángoltak föl újra és újra, de az biztos, hogy az itteni lakosság nagyon komoly fenyegetettségnek van kitéve. Ez a templom oldala, amit még nem hoztak akkor rendben, mert tényleg néhány, hát nem akarok dramatizálni, néhány nappal, de talán néhány héttel a mi megérkezésünk előtt űzték el az iszlám államot, és a templomot már védettnek, vagy biztonságosnak nyilvánították, de az utcán, a házakban még nem mehettünk be, sétáltunk a házak között, és nyilván szerettem volna megnézni, hogy hogyan éltek ott az emberek. Rögtön mondták, hogy be ne menj, mert még nem biztos, hogy aknamentesített ez a vidék, de a templomban katonai védelem mellett azért tudtuk istentiszteletet tartani, Keveházi Klára és néhány helyi. Ők keresztények, csak a viselet ezt az arab kendőt jelenti az ő számukra. És itt is a kereszt, a templom, vagy a nem is templom, ez egy lakóház. Nagyon vallásosak, az látszott sok képen. Igen, az a kép, amit a plakáton is használtunk, és azt a mondatot tettük mellé, hogy a példabeszédek könyvéből mindig barát a barát, de testvéri a nyomorúsággá válik. Ezt a fényképet használtuk föl az idei pénzgyűjtő kampányunk keretében. És tényleg, ahogyan mondtam, ezeket a házakat nem tudtuk megnézni, csak kívülről. A lakosok egyébként diakonisszák, apácák is voltak, árvákat hoztak, egy közeli árvaházat működtettek. A lakosok eljöttek a házaikat megnézni, mert ezt az istentiszteletet most első esetben tudták hónapok után megtartani, sőt évek után, a 2014. augusztusában szállta meg az iszlám állam ezt a vidéket, és 2017 tavaszán voltunk ott, tehát 2,5 év után jöttek vissza, és meg akarták nézni az otthonaikat. És ami engem különösen is meghatott, hogy miután ott kiszipogták és bityeregték magukat, látván a romokat, egyszer csak táncra, hát nem perdültek, de egy szép, méltóságteljes körtáncot kezdtek el. Ott a romok között piknik volt. Hozták az ennivalót, innivalót, hát ne kérdezzék, hogy mit ettem, amit elintettek, megettem, megittam. Becsületből gondoltam, hogy ezzel az ő vendégszeretetüknek megfelelően tudok viselkedni. És ezek a fiatalok, akik ismét mondom, nem harcolni akarnak, nem militáns módon akarnak végig dübörögni Európán, hanem ott szeretnének maradni a szülőföldjükön. Ezek a fiatalok megfogták egymás kezét, és méltóságteljes lassú körtánccal mozogtak. Ez az Ökumenikus Segélyszervezetnek az erbili irodája, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója, aki az idei útra velünk jött, és főleg Erbély országos felügyelő. Egy nagyon szép kis iroda, ahol a két munkatárs lakik, illetve ahol az irodák vannak. Ez a Vezekényi Csaba, a főkonzul, aki nagyon barátságosan segítőkészen fogadott minket. Iraki katonák is vannak, magyar katonai kontingens volt, a repülőtérről ők vittek be, és fegyveres ült mellettem, meg fegyveres ült a sofőr mellett, és mondták, hogy csak akkor szabad az autóból kiszállni, hogyha ők már körülnéztek, de ez csak az első nap volt, és utána aztán már bárhova lehetett menni, ahova persze a kísérőink engedtek bennünket, hogy végig a helyismerettel rendelkező kísérőkkel voltunk. Ellátogattunk régi kolostorokba, itt történt egy helyen, hogy egy templomot, ahogy meglátogattunk,
és ahogy a Magyarországon is sokszor történik, hogy a kulcs valahol a gondoknál van, és be van zárva a templom, elfutottak a gondokhoz, hogy kinyissa nekünk a templomot, és hogy jön a kulcsai csörgetve, kérdezem, hogy milyen öreg ez a templom, mikor épült. Elkezdi vakargatni a fejét, azt mondja, hát nem tudom, én 20 éve vagyok itt, akkor már állt a templom, bennek azt mondják, hogy 1300 éve épült ez a templom. Egy másik dimenzióban gondolkodott, és maga sem tudta. Ezt azért fotóztam le, arab rendszám és a Jézus jelkép. Tehát ilyen is van, hogy arab keresztények, arab nyelvű keresztények, és Erbilnek van egy keresztény negyede, ami ma biztonságos. A háború idején az iszlám állam előmenekülők nagyon sokan Erbilben próbáltak menedéket találni, és aztán indultunk ezekre az utakra, Moszul 35 km, szívem szerint elmentem volna Moszulba, már csak kíváncsiságból is és kegyeletből is, egyrészt ugye Jónás próféta nyomdokában, hiszen Ninive városa, de azt mondták, hogy azért ez nem biztonságos. Moszulnak két város része van, mintha Budapestet látnánk középen a Tigris folyóval, és a pesti oldal, úgymond idézőjelben az biztonságos, hiszen az nem volt megszállás alatt. A budai oldal viszont az még nagyon veszélyes, és nem szabad oda bemenni. De beszéltem moszuliakkal, el is mondtam ezt a történetet, nagyon sok megrendítő történetet hallottunk, majd még látunk is, vagy hallgatunk is meg Laszki János feldolgozásában egyet. Én hadd mondjak egyet, egy moszuli fiatalember mondta, hogy amikor el kellett, hogy meneküljenek Moszulból, akkor néhány óra alatt kellett a várost elhagyniuk az iszlám állam hódítása során. Amit lehetett, bepakoltak az autóba és elindultak. Minden egyes checkpointon, ilyen ellenőrző ponton valamit át kellett adniuk az őröknek, vagy az ottani katonáknak. Az egyik elszedte a pénzüket, a következő elszedte a ruhájukat, a harmadik elszedte az értéküket, és szinte legatyásodban, de mégis legalább biztonságban érkeztek aztán a megszállt területen kívülre. És ez a fiatalember mondta, hogy az édesanyám bár biztonságban volt, de sírt, mert azt mondta, hogy az a jaklánc, a keresztel, az ott maradt a házamban. Én éppen letettem akkor, amikor menekülni kellett, és hát azt nem tudtam magammal hozni. És ez a fiú, ez a fiatalember 2,5 év után vissza tudott menni Moszulba, a félig romos házába visszament, és egyszer csak kopognak, és jön a szomszédasszony, egy muszlim asszony, muszlim fejkendővel, és azt mondta, hogy tudom, hogy a édesanyádnak milyen fontos volt a keresztje, én bementem a házba, mert bejáratosak voltunk egymáshoz, és tudom, hogy ő megengedte volna ezt nekem, és elvettem onnan a fürdőszobából a keresztet, és a saját nyakamba tettem, és a muszlim kendő alatt őriztem meg, és tessék, most visszaadom nekem. Hát ilyen is van. És van persze iszlám terrorizmus, meg iszlám extrémizmus, és van mindenféle vadság is sajnos, amiről ugyanígy őszintén kell beszélni, de ha jó példát tudunk mondani, azt is el kell mondani. Kolostorokba mentünk, ahol ősi liturgiával fogadtak minket a szerzetesek. Ezek a szerzetesek, talán bele is hallgathatunk, a mi atyánkot éneklik arám nyelven, Jézus nyelvén. Hallunkban. Majd még egyszer. Fényképezni, de úgy éreztük, hogy ez talán jasszaság, menjünk tovább, igen. És akkor megint visszamegyünk a
megszállt területre, vagy éppen csak felszabadított területekre a kolostoroknak a védettségéből. Itt már nem Battayában, ahol tavaly jártunk, hanem egy Basika nevű városba megyünk, ahol ugyanilyen romok fogadnak bennünket, hiszen hosszú ideig pusztított itt az iszlám állam, majd pedig a bagdadi erők, akik felszabadították az iszlám alól a lakosságot, vagy a kurd erők a háború során, a visszafoglalás során lőttek meg sok épületet. Viszont ezt egészen biztos, hogy az iszlám harcosok követték el, hogy a szent szobroknak a fejét letörték. Ez egyrészt ugye a szoborgyalázás, a szentnek a meggyalázása, másrészt a képtilalomnak egy sajátos értelmezése, hogy nem szabad képet ábrázolni, ahogyan a zsidó vallásban, ugye az iszlámban sem, és ezért inkább letörték az apostolnak vagy Krisztusnak a fejét. Igen, ez pedig egy videófelvétel, nem sokkal a felszabadulás után a lakosság, vagy a városka, a Basika városának felszabadítása után. Úgy nézzük ezeket a képeket, hogy ebben a városban segítjük azt a bizonyos 17 családot. A házaknak az újjáépítésével. Alig maradt két ház, pedig látszik, hogy nagy villák is voltak, jómódú emberek. És ez a keresztény vidék. Azért szeretem ezt a képet, mert ez egy checkpointon, egy ilyen ellenőrző ponton van, ami a keresztény falvaknak a bejáratát is jelenti. Fönn pedig a kurd zászló, ami megszólalásig hasonlít a magyarra, piros-fehér-zöld, de középen egy zászlóval. Ez pedig egy helyi szimbólummal. Ez pedig számos házon a Magyar Külügyminisztérium segítése jeleként és a Hungary Helps nevű Magyarország segítő szervezetnek a segélyezésének a jeleként számos épületen ott van ez a két logó, mert ezeken a vidékeken, főleg Telskov városában, amit egy névkiegészítéssel Magyarország leánya névvel is elláttak, tehát sokáig segítettek. Amikor egy Telskovba megérkeztünk, nem akartak először beengedni, ez biztonsági jogból előfordul, hogy ott a katonák várakoztatják az embert a checkpointon, akkor a kísérünk azt mondta, hogy tudjátok, ki nem engedtek be? Éppen a magyarok, tehát ők segítettek nektek. Jaj, persze, magyarok vagytok, akkor titeket beengedünk. Szóval valóban jó híre van ott a magyaroknak, ezt őszintén el kell mondani. És itt néhány család, akik betudtak, ezek nem a mi általunk segített, hanem a magyar kormány által segített házak, akik vissza tudtak költözni, egy mérnökember és a felesége. De ez már egy olyan család, akit mi segítettünk, a 17 család egyike. Keresztény család, látjuk a keresztet. Sok gyerek van. Egy másik család. Itt a körben kitett képeken, amiket egyébként egy kis kiállításra csináltunk a lelkész konferenciára, részben ezek a képek köszönnek vissza. És ilyen golyónyomok a járti ajtón. A keresztit is meggyalázva. Ugyanakkor látszik, hogy hány templom van, volt ebben a városkában, van, ami azért nem dőlt össze. Ez a középső kis körököt, Kőleg Ergely felügyelő úr és közöttel nagyon megszeretett minket, és mindenhova kísért bennünket. Idős Mankós bácsi a botjával, szintén egyik a 17 családnak. Ez az asszony is ebből a családból való, az egyik családból való 17 közül. És istentiszteletet tartottunk Basikában, keresztény katolikus közösségben. Istentisztelet után pedig szeretett vendégség, mint ebben a teremben istentisztelet után a kávézásra jönnénk össze. A helyi pap keveset tudott angolul, megköszönte az ott létünket, és a családok, a 17 család képviseletében jelképesen is átvettek egy-egy keresztet, a Holló műhelyben készített keresztet adtunk át mindenkinek, minden családnak azzal a kéréssel, hogy a lakásukban ezt helyezzék el, meg egy magyar marcipánt, és édességet ugye a gyerekeknek,
Gáns Kristóf, a kommunikációs vezetője készíti az interjúkat, amelyeket aztán Lackfi János fölhasznált, és majd a végén egyet meghallgatunk ebből. És itt a szeretett vendégség előtt egy áldást mondok, megköszöntük együtt a találkozás lehetőségét. Azért a templom oldala még ilyen. És itt a templom oldalában megmutatták azt a kis kiállítást, ahova a romokat összegyűjtötték. Ez volt a keresztelőmedence, amit szétrombolt az iszlám állam. És ott vannak a törtények, vagy a harci eszközök, szentképek, szobrok. Festmény bele kaszabolva, orgonának, egy elektronos orgonának a jele. És ez a kezdett kisfiú, aki végig kísérünk volt, megállt annál a keresztelőkőnél, ahol őt megkeresztelték. És ez számomra üzenetértékű, hogy el lehet pusztítani sok mindent, de az életét is élni akar. És Isten azt mondja, hogy a kövekből is tudok fiakat támasztani, vagy azt is mondta, hogy ti magatok, mint élőkövek, épüljetek föl lelki házzá. És ezekért a kisfiúkért imádkozzunk, és ha segíteni tudunk, akkor ezeket a tekinteteket lássuk a munkát, tudjuk, hogy kinek segítünk. És egy kis kirándulást teszünk, ez csak egész röviden a jazidiaknál, nem akartam ezt a blokkot berakni, csak néhány képet, mert a mostani Nobel békedíjasok között, ketten kapták meg a béke Nobel-díjat, egy kongói orvos, egy evangélikus orvos, aki a Luteránus Világszövetség tavalyi nagygyűlésén Windhoekban a fő előadást tartotta, és aki nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a szexuális erőszak áldozatait megsegítsék, és megóvják őket az ilyen erőszaktól, az asszonyokat, illetve egy jazidi fiatalasszony, egy 27 éves fiatalasszony kapta megosztva a béke Nobel-díjat Észak-Irakból, tehát pont ebből a régióból, aki maga is szexrabszolga volt, és miután kiszabadult az iszlám állam fogságából, és Angliába került menekültként egy közösségnek a támogatásával, meg tudott maradni, egzisztenciát tudott teremteni, és egy könyvet írt, ezt magyarul is megjelentették, az utolsó lány az a címe, most kezdtem el olvasni, azért ez a címe, hogy ő legyen az utolsó, aki szexrabszolga kellett, hogy legyen, és sorstársait igyekszik megóvni ettől a nyomorúságtól, azzal, hogy felhívja erre a rettentő háborús hadviselésre a figyelmet, hogy az iszlám állam valóban szexrabszolgákat tartott, és ő nem is muzulmán, nem is keresztény, hanem a jazidi nevű vallási közösségnek a tagja, és látogatást tettünk a jazidiaknál, ő az egyik vezetőjük. Az ő fővárosuk egy Leles nevű város, ahol az az érdekes, hogy csak mezítláb szabad végigmenni a városon, autóval megérkezünk a parkolóba, ott le kell venni a cipőt és mezítláb, és a másik érdekesség, hogy küszöbre nem szabad rálépni, át kell lépni a küszöböt. Ezek persze ilyen vallási babonák, de ettől függetlenül egy nagyon sokat szenvedett népről van szó, itt a képviselők közül néhány, és itt is egy menekültábor. Nagyon rendezett körülmények között élnek, látszik, hogy igyekeznek tisztaságot tartani, pedig évek óta itt élnek, sokszor 10-12-en egy ilyen kis konténerbe zsúfolódva. Ő is szexrabszolga volt, angolul nagyon jól tudott, és elmondta nekem az életét, hát röviden összefoglalva, most a nagybátyával és néhány családtagjával él és próbál új életet kezdeni. Ilyen nyomorúságos kaibákban élnek.
felhagyjuk ezt a keresztény negyedet. Hát ilyen is van, ilyen körülmények között él, ez az ő előszobája, ez a konyhája. De hogy pozitív példával zárjam, egy felújított templom, Telszkopban, a magyarok leánya, melléklevet viselő templomban, Városkának templomában. És a szomszéd településen, Vasikában megint istentiszteletet tartunk. Pünköskor lehettem itt, pünkös vasárnap, azért nem prédikáltam vasárnap vagy hétfőn Budavárban, mert akkor Irakban szolgálhattam, egy katolikus közösségben, keleti ritus szerinti közösségben. Bemondtak a liturgiába is, nem tudtam, hogy hogy kell a füstölőre oda tenni a szenet, de aztán megmutatták. Ő az a bizonyos Emmanuel atya, aki ennek a asszír közösségnek a vezetője. Pünköskor voltunk, és kérték, hogy olvassam föl a pünkösi történetet. És amikor odaértem, hogy ki mindenki jött össze Jeruzsálembe, pártusok, médek és elámíták, és Asszíriából olvastam. És akkor hirtelen megállt bennem az idő, hogy hiszen itt vagyok Asszíriában, az asszír közösségnek a templomában, és Isten tiszteletet ünnepelhetünk közösen pünköskor. Egyébként ez az Emmanuel atya, aki Németországban is sokat tartózkodik, és amikor Wittenbergben a reformációi emlékparkban a magyar egyház részéről fát ültettünk el, és azóta is munkából kifolyólag néha rá kell nézni erre a parkra, hogy melyik egyházak ültettek ott fát, akkor a szervezők azt mondták, hogy nagyon örülnének, hogyha a közel-keleti egyházak képviseletével is ültetne valaki fát. És az október 31-én reformáció ünnepén Wittenbergben prédikálhatok a városi templomban, a Stadtkirchében, ahol Luther prédikált ezerszer is, és ahol oltárképei vannak. Tehát október 31-én délelőtt 10-kor ott prédikálhatok, és azt követően pedig több egyház elülteti a reformációi emlékfát. Ez a baloldali úr, esperes Emmanuel atya is el fogja ültetni az iraki, észak-iraki keresztények nevében a fát. Hiszen nagyon szép példa az összefogásra. Ja, rossz irányba vettem, bocsánat. Isten tiszteletem. Sunday, on the first Advent Sunday, we started a collection in all the congregations in the Lutheran Church in Hungary. Menjünk tovább, itt már voltunk. Liturgiáiból egy mozzanat. Így befejezésünk még néhány kép. Kis keresztény leánykák, és itt a végen. Kedves testvérek, hosszabb volt, amit szerettem volna. Befejezésül egy másfél perc türelmüket kérek, és ha van kérdésébé bírom, de nem akarjuk nagyon hosszan, de azt hiszem, hogy lesznek kérdések. Említettem, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtő munkáját is támogatjuk, bár mi saját keretet állítottunk fel erre, és az Evangélikus Egyház bankszámlájára gyűjtjük, hogy lássuk, hogy a híveink mennyit adtak össze. De az Ökumenikus Segélyszervezet gyűjtéséhez megnyerte támogatónak Lackfi Jánost. Azt a Lackfi Jánost, aki egyébként a Luther életéről szóló rajzfilmnek a szövegkönyvét írta, ugye Richli Zsolt az animátor, és Lackfi János írta a szövegkönyvet. És amikor először értesült Lackfi János arról, hogy gyűjtést indítottunk az észak-irakiak megsegítésére, akkor ő egy komoly összeget, egy könyvének a honoráriumát egy-egyben felajánlotta erre a célra, és akkor így attól kezdve együtt is dolgozik a szeretetszolgálattal, és az általunk meglátogatott családokkal készített interjúkból ő egy kicsit ilyen irodalmi formában, a valóságtól nem elszakadva, de mégis azt egy kicsit irodalmivá téve írt egy-egy kis elmélkedést. Ezt hallgassuk meg, ebből hallgassunk meg kettőt. Samil mondja. Ott volt a jel a kapunkon, ők festették fel, megjelöltek vele minket a halálra. Ugyanaz a nyelvünk, ugyanitt élünk, csak másik templomba jár, mi lettünk a halálra ítéltek. Eleven halottak. Egyik szomszédomnak átköszöntem, mint szokásosan,
végighúzta mutatóujját a torkán. Milyen apa az, aki helyben bevárja, hogy érte jöjjenek, és fiával együtt lemészárolják, lányait, feleségét megerőszakolják, ott volt a jel, eltörölhetetlenül. Bátyám háborúk, karddal várja be őket, nem adja olcsón az életét, és a családja, kérdezte. Inkább megöli őket, ne kerüljenek ellenség kezére, és írva fakadt a telefonban. 24 órák volt elmenekülni. Mit vigyen az ember ilyen útra? Elhagytok Mosszult, mint a szívünket tépték volna a kínálkasunkból. A kivezető úton lépten nyomon megállítottak a géppisztolyosok. Átkozott jó szimatjuk volt, az első checkponton kiszedték a ruhák közül az ékszereket. A ruhákat megtaposták. A második csapat megtalálta a váltáscipőn palmába rejtett bankjegyeket. Késsel minden cipőt széthasogattak. A harmadikon előhúzták nagymama ős régi szőnyegét a csomagtartó mélyéről. Minden állomáson zsugorodott kicsit a jövőn, de megmaradtunk egymásnak. Sekánban éltünk 3 évig. A számüzetés keserű kenyerén. Egy kis boltban dolgoztam, összespóroltuk az albérletre való. Egymás nyakán éltünk, de éltünk, nem volt jel a kapunkon. A harcnak vége lett, Mosszul nem biztonságos. Sötét árnyak lakják még mindig. Másigában lakunk, vadonatúj házban, hálásak is vagyunk, nincs más jel az ajtól, csak az a kis tábla, amit kiakasztottunk. Isten hozott. Itt akarunk élni. Az élők földjén, ahol apáink éltek és apáink apáik. De ha nincs munka, meg kell tennünk a hosszú utat. Át kell kelnünk a tengeren. Ez már nem rólunk szól, hanem gyerekeinkről. És gyerekeink gyerekeinkről. Ezt a képet láttuk már. Hagyja el a gyerekeit, de még ha egy anya elhagyná is gyerekeit, Isten akkor sem hagyja el azokat, akik szeretik. A férfi jön meg, kétségbe esik, haragra lobban, fejébe vesz valamit, amit az Isten se tud kiverni a kemény koponyájából, és összedőlhet felőle a világ. Azt sem tudom, hogy miféle földet tapos a lába, hol ízzik a cigarettája, hol kergetőzik a sok őrű gondolata. Majd költ pénzt, majd visszajön, fekete telivér paripán, a harckocsi fülkéjében, örökké enyém lesz, lába mellé teríti kelet és nyugat minden kincsét, de most mennie kell, és meg. Az Isten nem megy sehová, jön velem, sír velem, aggódik velem, hűséges, fedelet ad a fejem fölé, vagy legalább sátort ponyvát. Idegen embereket küld, akik semmivel se tartoznak nekem, mégis etetik a gyerekeimet, mint a sajátjaik lennének. Fekszem a sötétben, hallgatom a kincseim szuszogását, és már nem találgatom, hol járhat az az átkozott férfi, az az áldott férfi. Isten itt szuszog a kicsikben, akikkel harmadik éve élünk a menekült táborban. Ha osztanak valami nagyobb tulakodás, a gyülekedés, a többiek letaposnak, hogy előbb jussanak hozzá a mindennapi bedevőhöz, de marad mindenkinek. Ragadozó lesz az emberből, aki kezdi az éhség. Aztán, ha jól laktak, lesz nevetés, a párok összefújnak, a férfiak postábláznak, valaki fújjázni kezd, valaki dohány szerzett, elfüstölik. Ha eső esik, a kölkök kimentek, ugrálnak az áldás alatt, ömlik, aztán az a játék, hogy botokkal piszkálják belül a ponyva mennyezetet, amelyben meggyűlik az esővíz, tekintélyes pocakot növesz. Óvatosan kell öntösni, különben kiszakad, és minden a nyakunkba zuhog. A ponyva nagy kúpja szétoszlik kicsi kúpokká, majd megint összeszalad egyetlen dúvá, megmondhatatlan játék, a gyerekek kisítoznak és elfelejtenek mindent, ami volt. Ebben a játékban élnek, én meg irigylem őket érte, nézem a jókedvüket, és kicsit megkönnyebbül a lelkem. Nem tudom, visszatérhetünk-e még egy napon Szincsárba, áll-e még a házunk, miénk-e még, ha áll, ki van ott egyáltalán a régiek közül. Attól félek, nem ismerek már senkit, engem sem ismernek senki. Idegen vagyok itt, idegen lettem, találkozunk is.
Elment az idő nagyon, de azért azt gondolom, hogy... hogy ha van kérdés, akkor Laci vezess, kérlek. Először is köszönjük szépen a gyerek. Köszönjük szépen, igazán szívszorító volt. Ember mindig szívesen nézi mások ilyen úti beszámolóit, ezt is szívesen néztük, csak ne erről szólt volna. Még van lehetőség néhány kérdésre, ahogy szoktuk, hogyha valaki szeretne a püspök úrtól kérdezni. Nem muszáj, lehet, hogy akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy... Jó, akkor köszönjük szépen, még a... Én a befejező igét azért föl szeretném olvasni még egyszer, és néhány képet alatta majd vetítünk, de akkor én meg szeretném kérni, Zoli itt van, hogy... Igen, ő fogja. Igen, a hirdetnél akkor előtte még, hogy ezzel zárjuk, még a hirdetésre elmondanád. Illetve amíg kijössz, addig mondanám, hogy a következő szabad egyetemi alkalmat november második hétfőjén tartjuk, amikor is Nagy Zoltán professzor lesz a vendégünk, aki ugye hosszú időn keresztül evangélikus gyülekezeti tagunk, ráadásul a Budagyöngyei kápolnába szokott jönni istentiszteletre, és hosszú időn keresztül ő az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek volt a főigazgatója, a Lipótnak magyarul, és most már nemrégiben nyugdíjba, miután hát onnan már el kellett mennie, mert ezt megszüntették, és egy nagyon izgalmas és érdekes előadást fog tartani, nem annyira a saját szakterületéről, ahhoz is kapcsolódik, de szélesebben, az úgynevezett neuroesztétika fogalmát szeretné megismertetni velünk, tehát egy neurológus professzor és az esztétika találkozása, azt hiszem, hogy izgalmas és szép előadás lesz november második hétfőjén. Így december második hétfőjén még nem kaptam visszaigazolást, de meghívtuk Novák Katalin államtitkárt, idén a kormány a családok évét hirdette meg, és ezért a családokról szóló előadással fejeznénk majd be 2018 szabad egyetemi alkalmai tervek szerint, ez lesz december második hétfőjén. Zoli, kérlek. Azt szeretném érdetni, hogy a gyülekezetünk életében most a most következő vasárnap 21-én 11 órás istentiszteleten emlékezünk meg a templom szentelésünknek az ünnepéről. Ezt áldozati vasárnapnak is hívjuk. Ilyenkor adományozhatunk a gyülekezetet érintő olyan ügyre, ami valami kiemelt fontosságú ügy. És most idén hát éppen a kápolnánknak a parkettázatát szeretnénk majd felújítani. Ott látszik, hogy szőnyeggel le van takarva. Az azért, mert sajnos vizesedik, valahol oldalról kapja a nedvességet és puposodik föl, és ezt szeretnénk felújítani. Ez ügyben kérjük a testvéreknek majd az adományait. Ahogy szoktuk, ugye be lehet hozni ezt borítékba, és majd oda le lehet, vagy be lehet dobni majd a perselybe. Tehát most vasárnap 11 órakor. Még amit szeretnék hirdetni, az a 31-i reformáció ünnepi esti istentisztelet délelőtt is lesz 11-kor, természetesen, és este pedig a református testvérekkel közösen, illetve a német testvérekkel közösen ünnepelünk a templomban. Aki erre tud jönni, szeretettel várjuk, fogadjuk és hívogatjuk. És ahogy Püspök úr már az elején elmondta, akkor hátul lehet az Ózdiakra is gondolni. Aki az Ózdiakra szeretne adakozni, az a kosárba tegye. Aki pedig az iraki keresztény testvéreknek, az borítékot találott, és abba tegye bele, és így tudjuk, hogy melyik ügyre szántak. Köszönjük szépen! Eléggé sok gyűjtés ez, de eszembe jut, és ezzel példával fejezem be, hogy amikor Afrikában, de nem Nigériában, hanem Namíbiában egy istentiszteleten vettem részt, akkor egy ilyen ágas fát, vagy hogy hívják ezt, tehát egy fát mindenféle ágboggal állítottak ki, és mindegyik ág végére tettek egy persejt. És legalább 6 vagy 8 persely volt, és a hívek sorra jöttek előre a persejhez, a kisgyerekkel a karján az anyuka, vagy a hátán, és a férfiak ők egyaránt,
és vagy egy persejbe, vagy kettőbe, vagy többe is tettek, de meg volt jelölve az egyik a gyerekmunkára, a másik a missziói munkára, a harmadik az énekkar munkájára. Mi most nem szeretnénk ezt bevezetni, és kicsi soknak is tűnik ez a sok gyűjtés, de nem fogjuk ezt mindig így meghirdetni, de mégis, ha valaki szeretne erre vagy arra a célra adni, akkor azt a bibliai mondatot tudom csak mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. De még inkább kérem azt, hogy imádságban is gondoljunk ezekre az üldözött keresztényekre, testvéreinkre és általában a háború áldozataira, felekezeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül, hiszen a muszlim hívők között, a jazidiak között is nagyon sok áldozat van, nagyon sok szenvedő van, Isten oltalmába kell ezeket a távoli testvéreinket ajánlani. És akkor befejezésül nem tartok külön áhítatot, hanem csak felolvasok néhány bibliai igét. A korintusi levélből, illetve a római levélből hangoznak el ezek az igék. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul vándorlunk, és tulajdon kezünkkel fáradozva élünk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemekévé mindez ideig. Ez a kincsünk pedig cserépelényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongattak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, lekiportak, de el nem veszünk, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk, Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mit mondjunk erre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkét odaadta, hogy ne ajándékozna együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? Hiszen Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki az Isten jobbjában és eserezik értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés? Vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek minket, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünkön ülve maradva fogadjuk Isten áldását. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek vigasztaló ereje legyen, maradjon mindannyiunkkal. Amen. Amen.